Kéthetes nyári táborba invitálta a környékbeli fiatalokat az MTE 1904 Sportegyesület. Ide a kosárlabda és a futball iránt érdeklődő fiatalokat várták. Elsősorban maga a tábor úgy néz ki, hogy ugye egy teljes ellátást biztosítunk már mint az étkezésnél. Ugye van nekik egy reggeli, egy ebéd és egy uzsonna, és minden étkezés között van egy kis foglalkozás. Van délelőtt és délután is edzés. Annyira nem kötött értelembe vett edzés, mint a bajnoki szezonban. Elsősorban ilyen játékos, ügyességi versenyek, akadálypályák. A foglalkozásokon a foci mellett különböző ügyességi játékokban bizonyíthattak a gyerekek. A táborvezető elmondása szerint a fiatalok lelkesen állnak a feladatokhoz. Ami meg a nagyobb pozitívum, hogy nem is nagyon kell nekik nagyon kitalálni valamit, mert például az edzés előtt, vagyis az ebéd előtt egyszerűen kimentek, mert ők focizni akartak a kapu mögött. Ennél nagyobb segítség, ennél nagyobb öröm nem is lehet, hisz pont ezt mondjuk állandóan, hogy nagyon keveset fociznak a gyerekek, nem? Szép lenne, ha azt mondanám, hogy nem mehettek ki focizni, és nem csinálhatjátok azt, amit szeretnétek. A gyermekek élvezik a tábort. Szerintük hasznosabb ez az időtöltés, mint otthon a számítógép előtt ülni. Fejleszti mondjuk az akaratereim, hogy milyen sportoló szeretnék belőle lenni, és ha nyugodt leszek, és akarom, akkor meg tudom csinálni. Itt jó sportolni, jó kint lenni, nem bent a házba vagyunk, és nagyon jó ez a focitábor szerintem, jó. A program nem csak a fiúkat érdekelte, a lányok is kipróbálták magukat. Mert sokan mondták, hogy lánynak nem való foci, és most kipróbálhattam, hogy lánynak is való. A futball mellett a kosárlabdát is kipróbálhatták az ifjak. Az érdeklődő gyerekek nem bánták meg, hogy jelentkeztek. A táborban új barátságok kötöttek, emellett pedig a tudásuk is sokat fejlődött. Rengeteget játszunk, kosarazunk, és jobban oda tudunk koncentrálni a kosárra is, és magára, tehát hogy ügyesebbek legyünk. Nekem azért tetszik a tábor, mert itt erősödünk, sokat tanulunk a kosárról. Az esemény jó lehetőséget kínál arra is, hogy a Sportegyesület az utánpótlás nevelést erősítse a városban, illetve a térségben. Továbbá az MTE 1904 augusztustól a MIT-ével karöltve várja majd a Mosonmagyaróvári és a járásbeli ifjakat az utánpótlás csapatába.